láttad senki új Pezsgőt, hol lehet megszállni, vajon merre tudok meg... Itt egy hotel! Kidege, na kupenda kidege, na mini fanyeje, kijana mwenzio, na shindo na malisi nae, ningekuwa wa kidege. Jambo mambo! Szépen Mama Lucy fantasztikus Swahili nótájával köszöntök itt mindenkit ezen a csodálatos helyen, ebben a Stone Resortban, ami azért kapta a nevét, hiszen láthatjátok, hogy a nagy része kőből van mindennek. És... a lényeg az, hogy ez egy nagyon kis affordable resort, most nyitottak novemberben. Egy nagyon-nagyon morcon a szerpari a tulajdonos, meg a fia, aki pilótának tanul. Nagyon jól néz ki. És a lényeg az, hogy van 10 szobájuk, nagyon cuki az egész, gyakorlatilag körülbelül hát a töredéke annak, amit a fantasztikus Nemmai Resortunkban kellene fizetni egy szobáért. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt is érdemes volt nagyon-nagyon megnézni, mert azt hiszem, hogy ez a legjobb, hogyha keverjük a nagyon nagy luxust azokkal a helyekkel, amik ilyen kis helyi gyöngyszemek, helyi kis drága kövek. Itt a tenger, az óceánparton, gyakorlatilag 20 méterre a víztől, egy csodálatos hely, egyszerű, tiszta, stílusos és nagyon-nagyon kedves emberek vannak, mint Mama Lucy, úgyhogy itt töltjük az utolsó éjszakáinkat. This is like you, darling. This is like a buttock. Sajnos nem tudtam kifizetni a szállodaszobámat Nemba Beach-en, úgyhogy úgy döntöttem, hogy itt most a Stone Resortban vállalok egy kis munkát azért, hogy a hazafelé útra előteremtsem a megfelelő anyagi lehetőségeimet. Egyébként pedig azt mondom, hogy bárkinek is gondja van, akkor jöjjön ide és csak annyit mondok. Malaika, Makupenda Malaika. Tényleg tiszta Dél-Balaton, fél kilométert gyalogoltunk, és még mindig bokáig ér a víz. Mindegy, meg Klaudiával már összespanoltunk, úgyhogy mindjárt megcsináljuk is a videómat. Hashtag influencer, hashtag sexy, hashtag you got it, hashtag living my best life. Tessék, és pózol. Nagyon jó vagy. Ciciki, popsiki. És csípő, csípő, és fel akar. Walk, walk, fashion baby. Most pedig, kedveseim, láthatjátok Influencer Live Inélia Zanzibar, a fotós fiú is influencer, meg a kis hölgy az ágyban, és most a Pinter fog fotót készíteni róluk. Őrületes az egész, és a pucsítás isteni lesz, oda néz. Nagyon szeretem a színeket, az afrikai textileket, úgyhogy egy kicsit kiegészítettem a Fendi outfitemet egy itteni lokális színvirággal és egy karácsonyvirággal, ugyanis a karácsony közelek. Megismerkedtem két csodálatos masszáj, az egyiket meg Fabiónak hívják, velük még találkozunk, puszi! Szeretnék nektek megmutatni ezt az egy tehén erős szuper strandtisztító Mélia Zanzibáros kis kocsikát. Ez a tehénke jár, és vele az úriember szedi föl a dagály által, meg az apály által kihozott tengeri szemetet, és ahogy megy szépen a tehénke, minden egyes sarokra oda is kakil egyet. És a lányok pedig végzik a sepregetést, gyönyörűen vannak költöztetve, azt kell mondjam, olyan, mintha én csináltam volna. Megalakult a zanzibári bananaráma. Most pedig megérkezik a fantasztikus járművünk. Oh my god, how beautiful, my favorite color is the yellow. And number 7, you know, is our lucky number. Leszedelmes viszonyok. Mörtöly Márkinek beszűzte a személyzet, és indul a vízi biciklibe. Welcome Zanzibar! Woo!
Tekered, tekered! Igen! Elnézést, ez már a Duna? A nyílt tengeren vagyunk. Borzasztó veszélyes. Borzasztó veszélyes, elhagytuk a hangsebességet. Hello! Room service. Grazie. Welcome to Africa! Sajnos lejárt ez a két hét, amíg itt voltunk Afrikában, Zanzibáron. A masszív bambuszok, a coconut water, a tengerkék víz. A túl régi 19.-18. századi csodálatos házak. Innen van a legcsodálatosabb naplemente. Na ez az a hely, ahol azt mondták, hogy véletlenül se kóstoljunk meg semmit. Nézzétek meg a sok okosat, hogy eteti őket, taperolja őket. Mohamed szétütötte nekem a kókuszát. Több parti kellene. Imádjuk Freddy! Nem hiszem el, tehát én még nem voltam ilyen helyen. De cuki! Még minden napszakban valami csodálatosat lehet látni. Csillagszórók, eljött az idő, el kell, hogy búcsúzzam Zanzibártól, és mindenkitől, akit itt megszerettem. Egyébként volt itt sok ember, afrikaiak, szerbek, egy csomóféle angolok, egy csomóféle népességből, népségből, katonaságból, juhásságból, bolytárságból. Iszonyatosan jól éreztem magam. Itt azért jöttem le megint ide az óceán partjára, mert innen szeretnék búcsút mondani, mert ide akarok visszajönni. Tök mindegy, hogy luxus, tök mindegy, hogy hippi, tök mindegy, hogy afrikai, tök mindegy, hogy európai, de itt nagyon-nagyon cukik az emberek, ott mennek a kájtosok, mondjuk azokkal egy kicsit ki voltam borulva. Na mindegy, szóval, hogy puszilok mindenkit, ez volt Afrika, ez volt Zanzibár, megyek Magyarországra, és jövök rögtön vissza.